Köszöntöm a kedves nézőinket! Önök a minden hétköznap jelentkező Buda Kalász Ma című hírmagazinunkat látják. Következzenek a főbb híreink röviden. Képviselőtestületi ülés, a behajtási engedélyek és a járványügyi helyzet okozta korlátozásokról is döntöttek. Áramszünet. December 15-én karbantartási munkákat végeznek az elmi munkatársai. Lakástüzek. A megelőzések és a teendők kapcsán kérdeztük Gyurkó Ferenc, tűzoltó őrnagyot. A szerdai képviselőtestületi ülésen a polgármester beszámolója után többi között a behajtási engedélyek és a járványügyi helyzet eredményeként érvénybe lépő korlátozások kapcsán hozott határozatot a grémium. A felmerülő kérdésekben egyetértettek a képviselők. A testület módosította a meghatározott ösztömeget meghaladó gépjárművek helyi közutakra történő behajtásához szükséges behajtási engedélyek kiadásáról szóló önkormányzati rendeletet. Határozatot fogadtak el a Nyitni Kék óvoda álláshely bővítésére, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek integrált ellátásához nélkülözhetetlen új pedagógiai asszisztens álláshelyről. Mivel a budakalászi bölcsőde intézményvezetőjének kinevezése január végén lejár, döntöttek a vezetői megbízás nyilvános pályázatának kiírásáról is. 6. napi rendi pont következik. Javaslat: a budakalászi bölcsőde intézmény vezetői pályázatának kiírására. A budakalászi bölcsőde intézmény vezetőinek vezetői kinevezése 2022. június 26-a napjával lejár. A magasabb vezetői megbízás ellátására nyilvános pályázatot kell kiírni. Az előterjesztést a Társadalmi Szolidaritás és Humánügyek Bizottsága is megtárgyalta és elfogadásra javasolta. Van-e valakinek kérdése, hozzáfűzni valója? Nincsen. A határozati javaslat a következő. Budakalász város önkormányzatának képviselőtestülete úgy dönt, hogy a Budakalász város önkormányzat képviselőtestülete fenntartásában működő budakalászi bölcsőde vezetői állásának magasabb vezető munkakörnek a betöltésére a hatályos jogszabályok alapján nyilvános pályázatot hirdet meg. Kérem, szavazzatok! A képviselőtestület 11 igen mellett a határozatot elfogadta. Az egyre romló járványhelyzet miatt döntöttek a Kalászi Idősek Klubja napközbeni működésének szüneteltetéséről úgy, hogy a többi alaptevékenység, a házi segítségnyújtás és az étkeztetés változatlan formában továbbra is működjön. Javaslat: a képviselőtestület 2022-es évi munkatervének elfogadására. A szervezeti és működési szabályzat szerint a képviselőtestület évenként megállapított munkaterv alapján ülésezik. Az előterjesztést mind a három bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta. Van-e kérdése, hozzászólni valója valakinek? Nincsen. A normatív határozati javaslat a következő. Budakalász város önkormányzat képviselőtestülete elfogadja a képviselőtestület 2022-es évi munkatervét a határozat melléklete szerint. Kérem, szavazzatok! A képviselőtestület 11 igen mellett a határozatot elfogadta. 9. napi rendi pont. Javaslat a polgármesteri hivatal szervezet és működési szabályzatának módosítására. Jelenleg a hivatal szervezeti felépítésében a pályázati projektekkel és a közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatokat egy fő látja el. A hivatal és az önkormányzat megnövekedett pályázatainak beszerzésre és közbeszerzésre irányuló tevékenységeinek koncentrált intézése, valamint a feladatok ellátásának folyamatos biztosítása miatt szükséges a hivatal szervezetében a pályázati és beszerzési csoport és egy pályázati koordinátor státusz létrehozása. Az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta.
Van-e valakinek hozzáfűzni valója kérdése? Nincsen. A normatív határozati javaslat a következő. Budakalász város önkormányzatának képviselő testülete úgy dönt, hogy a polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzatát a határozat melléklete szerinti tartalommal 2021. december 1-i hatályba lépéssel módosítja. Kérem, szavazzatok! A képviselőtestület 11 igen mellett a határozatot elfogadta. Az ülésen a képviselőtestület a 2022. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyását szintén 11 igen mellett elfogadta. A hétfői adásunkban folytatjuk a további javaslatokkal kapcsolatos döntések bemutatását. Az ELMŰ értesítése szerint december 15-én 9 és 15 óra között Klisovác utca és Dolina utca egy szakaszán áramszünet lesz. Előre eltervezett karbantartást végeznek majd. Az érintettek postaládába dobott értesítést fognak kapni a munkálatok időpontjáról. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint múlt héten 8-an, ezen a héten pedig 2-en vesztették életüket lakástűzben. A Magyar Tűzoltó Szövetség továbbra is kiemelten fontos feladatként tekint a tűz megelőzésre és az ezt elősegítő társadalmi tájékoztatásra. A Szentendrei Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság működési területe Budakalászt is lefedi. Az egység gyors beavatkozásának köszönhetően számos tűzesetből nem lett tragédia, azonban nem lehet elégszer hangsúlyozni, mennyire fontos a megelőzés, főleg a fűtési szezonban. Jelenleg ugye a téli időjárással kapcsolatos események, amik előtérbe kerülnek. Itt ugye beindul a fűtési szezon, ezzel kapcsolatosan ugye a lakosságnak is vannak feladatai. A tüzelőfűtő berendezéseknek a felülvizsgálata az mindenféleképpen fontos, mielőtt a fűtés megkezdik velük. A kéményeknek a tisztítása, ugye ez egy rendkívül fontos teendő. Sajnos azt tapasztaljuk, hogy nagyon sokan nem élnek a lehetőséggel. Ugye ingyenesen lehet kérni a kéményeknek a felülvizsgálatát. Szakember kimegy, kéményseprő megnézi, meg tudja mondani, hogy milyen állapotban van, használható, nem használható, kitisztítja a kéményeket. Tehát mindenféleképpen mi javasoljuk, hogy keressék a kéményseprőket, és rendeljék meg a szolgáltatást. Ebben az időszakban gyakrabban riasztják a tűzoltókat szénmonoxid mérgezések miatt. A legtöbb ilyen eset és tragédia oka, hogy rossz, elavult, nem karbantartott, esetleg engedély nélkül felszerelt fűtőeszközzel fűtenek, illetve nem megfelelő a szellőzés. Ahol nyílt láng van a szobában, nem elég néha kinyitni az ablakot, gondoskodni kell az állandó és automatikus levegő utánpótlásról. Ami nekünk feladatot szokott adni, szerencsére itt a térségünkben nem túl sokat, de előfordul, ez a CO mérgezéssel kapcsolatos események. Ugye itt elsősorban a gázzal történő fűtésnél jelentkezik ez a probléma, de egyébként szilárd tüzelőanyagoknál is előfordulhat. Javasoljuk, hogy ahol nyílt égésterű tüzelőfűtő berendezés van, ott szerezzenek be CO érzékelőket. Elég sok típusból lehet választani. A katasztrofavédelem honlapján megtalálhatók azok a típusok, amit a katasztrofavédelem ajánl. Én azt kérném, hogy ezek közül válasszanak, hiszen ezek olyanok, amiket teszteltek is, bevizsgáltak, tehát ezek a feladatukat 100%-osan és nagyon pontosan tudják ellátni, és ezeket üzemeltessék, viszonylag elfogadható áron meg lehet ezeket szerezni, tehát mindenkinek ajánljuk. Ezek hangos figyelmeztetést adnak, hogyha elér egy olyan szintet a CO-val történő telítettség, ami már veszélyes lehet a lakókra nézve. Minden tűz esetén hívja a 105-ös vagy a 112-es segélyhívó telefonszámot, és kérje a tűzoltók, sérülés esetén pedig a mentők segítségét. További információkat a megelőzéssel kapcsolatban a katasztrófa védelem oldalán olvashatnak. Jó állapotú játékokat, csemegéket várnak idén a Mikulás kommandó keretében.
A felajánlásokat a budakalászi katolikus templomokban, a faluházban, a polgármesteri hivatalnál és a Lupabics vasárnapi családi napján helyezhetik el a gyűjtőládákba. Ha ajándékot adsz, add a szíveddel, nehogy a kinyújtott kéz ott maradjon viszonzást várni. Ez a mottója az idei Mikulás kommandónak, amit a Szent Erzsébet Karitász csoport szervez Budakalászon. Mikulás kommandót Karitász csoportunk évek óta tartja, sérheti meg ennek a gyűjtését. Karitász csoportaink, önkénteseink, segítőink, meg akik a kapcsolatban vagyunk, mindig éreztük, hogy de jó lenne segíteni valamit ezen az ünnepen is néhány gyereknek, néhány családnak. Főleg azért, mert ugye karácsonykor már mindenki lúrfút kapkodt szalad, és azért a Mikulás az még sokkal nyugodtabb. És ilyenkor Mikulásra csomagokat állítunk össze, és hát ezt észrevétlenül, mint ahogyan Szent Miklós is tette, beakasztjuk a kerítés mögé, vagy megnyomjuk a csengőt, és ott hagyjuk az ajtó elé, ahol ahogy lehet hagyni, ott hagyjuk ezeket a csomagokat. Már csak pár napig várják az összeállított csomagokat. Az akció már igen elkezdődött, és hát vasárnap, hétfő a határidő, hiszen a csomagokat össze is kell válogatni, összeállítani, megnézni, hogy melyik korosztály, ki melyik mit kaphat, hiszen hát tudjuk, hogy gyerekeknél azért ebben nagyon nagy különbségek vannak. Faluházban, valamint a két templomban lehet letenni a kijelölt gyűjtődobozokba az összeállított kis csomagokat. Egyfelől azokat a játékokat, amit úgy gondolunk, hogy még bárki használhat és örülne neki, de hát a gyermekünk kinőtte az elmúlt években, és úgy érezzük, hogy már nem tudunk vele igazából mit kezdeni, de még azért mindig jó állapotban van. Másrészt mindig vannak azok a kis könyvek, regények, amiket úgy mindenki szívesen lapozgat, olvasgat, de hát egy gyerek egyszer elolvassa, áll egy darabig a polcán, utána már jól tudjuk, hogy továbbadható, és a könyv is jó állapotban van. Végül pedig hát minden gyerek örül a ételnek. Itt fontos, hogy nem romlandó, és hát valami olyan édesség, aminek hát ugye a szülők is örülnek. Itt mi különösképpen is azokat jelöltük meg, hogy diákcsemege, mogyoró, dió, mandula, ami így valószínűleg mindenkinek örömet okoz. Ha valaki szeretne örömet okozni a budakalászi gyermekeknek, akkor még lehet segíteni. A város megadott pontjain várják a csomagokat, melyet a Karitász önkéntesei osztanak majd ki Szent Miklós napján. Ingyenes ruha bőrzét szervez december 3-án a Családsegítő Szolgálat Budakalászon. Gyermek és felnőtt ruha nemük közül válogathatnak majd az odalátogatók 9 és 13 óra között a Szentendrei út 24 szám alatt. Végül a várható időjárásról. Szombaton több tehetségünkön kell számítani kisebb esőre, illetve átmeneti záporokra a rövid napos időszakok mellett helyenként havas eső, gyenge havazás is előfordulhat. Csak néhol élénkülhet meg a délkeleti szél. Napközben 2-11 fokra van kilátás. Vasárnap újabb csapadékzóna halad át az ország fölött nyugatról kelet felé. Többnyire eső, zápor várható, de nyugaton és északon, a magasabban fekvő tájakon havas eső, a hegyekben átmenetileg havazás is kialakulhat. Délután 3 és 13 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet. Adásunk végén következzenek a főbb híreink újra röviden. A behajtási engedélyekről és a járványügyi helyzet okozta korlátozásokról is döntöttek a szerdai képviselőtestületi ülésen. December 15-én áramszünet lesz, karbantartási munkákat végeznek az elmű munkatársai. A Magyar Tűzoltó Szövetség továbbra is kiemelten fontos feladatként tekint a tűzmegelőzésre és az ezt elősegítő társadalmi tájékoztatásra. Ez volt mai hírmagazinunk a Budakalász ma. Híradóval legközelebb hétfő este 7 órakor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a TV Budakalászon, mert hamarosan kezdődik Kultúrcseppek című magazin műsorunk. Folyamatosan friss hírekkel, információkkal várjuk Önöket a weboldalunkon, a szentendre.media.hu/TV Budakalászon. A közösségi oldalakon is jelen vagyunk, kövessenek ott is minket. A munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!